Lakatos István főpolgármester úr tájékoztatása után lehet majd kérdezni, de szeretném előre jelezni, hogy főpolgármester úrnak 11:30-kor el kell menni, úgyhogy akkor sajnos abba hagyjuk. Jó napot kívánok mindenkinek, és köszöntöm Önöket, továbbá azokat az online újságírókat is, akik a képernyőn nézik a sajtótájékoztatót. Elnézést, hogy bejelentettük, hogy mikor kell elmennem, én ezt nem szoktam csinálni, de össze kell adnom egy fiút és egy lányt, amit én mindig szívesen teszek meg. És az esküvő az egy határozott időpontban van, amiről az esketőnek nem illik elkésni. Igaz, hogy ez csak állami esküvő, és legtöbbeknek, ahogy nekem is annak idején, nem ez a legfontosabb, de azért mégis egy szent dolog. És egy lányt és egy fiút összeadni mindig nagy örök számokra. Igazi más nem is adok össze. Szeretném még elmondani, hogy megértve a tájékozatlanságot, kaptam az egyik által egyébként tisztelt internetes portáltól egy enyhe intést, hogy csak ma reggel kaptam észbe, és adtam ki közleményt Eszterházi Péter haláláról. Nem kell ezt minden újságírónak tudnia persze, de én beszéltem először a családdal, az öcsével még tegnap este. Tekintettel arra, hogy mi gyerekkorunkban a Csillaghegyi focipályáról ismerjük egymást, hiszen együtt futballoztunk a Csillaghegyi MTR-nél. Tehát én a családdal már tegnap este beszéltem, úgyhogy nem aludtam el. És ezúton is kegyelettel és tisztelettel emlékezem meg Eszterházi Péter személyéről és egész munkásságáról és teljesítményéről. A rendkívüli sajtótájékoztatónak több oka van. Nem tudom, ismerik ezt az újságot? Ez az újság az egyik fő ok. Én szeretnék arra kérni mindenkit, hogy a Népszabadság fővárosról szóló információit a jövőben a lehető legkomolyabb fenntartásokkal fogadják. Úgy tűnik, hogy ez az újság azzal haknizik, hogy a főváros törökös magyarázkodásra kényszerítse, és akkor exultál, hogyha Budapestről valamilyen gonoszságot írhat. Szeretném ezt a következőkkel alátámasztani, először csak röviden egy-két példát, amit idézni fogok. Aztán a lényegeset, mert alapjában a sajtótájékoztató témája az M3-as metró. Következőket írja a Népszabadság a Minap az OTP-nek. Ma Tarlós István főpolgármester azt nyilatkozta, hogy egy nappal ezelőtt beszélt az M3-as finanszírozásról Csányi Sándor úrral. Igaz ez? Hát én bennem mindig megvan a jó indulat, és előre szóltam mindenkinek, hogy mi vágatlan szó szerinti változatba kirakjuk a portálunkra azt, ami elhangzott, és ahogy elhangzott. Ráadásul úgy tűnik, hogy mások is nézik ezt a adást, nem csak a Népszabadság munkatársa, és a Népszabadság a következő választ adta. Csányi Sándor, az OTP Bank elnök vezérigazgatója, a 3-as metró ügyében a közelmúltban nem egyeztetett a főpolgármester úrral, ezt Tarlós úr sem állította a mai sajtótájékoztatóján. Hát persze, hogy nem állítottam, én azt mondtam, és bárki visszanézheti, hogy a napokban beszéltem Csányi Sándorral, egyébként a futballról beszéltünk, de nekem erről az ügyről, már mint az M3-asról említése tett. És mindezek után következő alkalom a Népszabadságban mi jelenik meg? Csányi Sándor, az OTP Bank elnök vezérigazgatója, az OTP tájékoztatása szerint a 3-as metró ügyében a közelmúltban nem egyeztetett a főpolgármester úrral. Pont. Tehát mintha én hazudtam volna, és az OTP válasz mondatának a második feléről, miszerint ezt Tarlós úr sem állított a mai sajtótájékoztatóján, hiszen ők is látták az adást, erről egyszerűen megfeledkezett.
Nem tudom, önök mit szólnak ehhez, hogy ez a tisztességes újságíráshoz ennek mi köze van. Aztán olvasom az újongó tudósítást, hogy a városnak 33 milliárd függőben levő peres ügye van, és pénze se lesz ezeknek a kiegyenlítésére. Hát most túl azon, hogy a vízműveknél több 10 milliárd forintot, az Alstomnál több 10 milliárd forintot, a Válnánál több 10 milliárd forintot visszanyertünk, és nem tudom, hogy hogy prejudikálhatja valaki, hogy a pereket majd el fogjuk mind veszíteni, de ennél fontosabb, amit mondani szeretnék, hogy ezek a perek, ugye azt írja, hogy a legtöbb az 2010 után indult. Hát nézzék, ez így persze igaz, mert egy tekintélyes részét mi indítottuk, csak hogy tájékozódni tudjanak, a metróperek, inkluzíve az Alstompereket is ideértve, a CET-perek 7 darab volt, ezek együtt 28,56 milliárdot tesznek ki a 33 milliárdból. Önök szerint ezek a perek mikor képződtek ezeknek az alapjai? Mind 5 évvel a 2010-es hivatalba lépésünk előtt. Természetesen a perek jó része 2010 után indult, különösen azok, amiket mi indítottunk. De ezt így interpretálni, elnézést kérek, de ez egész egyszerűen minősíthetetlen. Vagy itt volt legutóbb ezeknek a iszapszállító gépeknek és járműveknek a tétele, amiről megint boldog örömmel számol be a Népszabadság, hogy elvesztett úgymond a főváros egy 400 milliós pert, és nem lesz pénze arra, hogy kifizesse a pereket. Hát egyrészt 2 milliárd forintot félretettünk a ciklusunk előtt képződő peres ügyek fedezetéül, ebből a 400 milliót, ha ki kell fizetni, akkor ki tudjuk fizetni. De szeretném idézni önöknek, hogy az iszapszállító gépek és járművek tételét a főváros 2010. július 30-án törölte egyoldalúan a szerződésből. Ugye emlékeznek, hogy 2010. októberében volt a választás. Hát most teljesség igény nélkül említettem 3 példát, aztán mindenki vonja le ebből a következtetéseit. Nekem az a magánvéleményem, hogy ezek az írások már a cirkuláris elmebaj határát súrolják. Ami pedig a legfontosabb, és akkor térjünk rá a 3-as metróra,